Mi nem az alternatív zenében határozzuk meg magunkat, nem tudom, miről beszél. Üdvözlöm a kedves nézőket, itt vagyunk az MTV díjátadó gáláján, ahol ezúttal Jeszenszky Zsolt, egykori rock reporter legenda munkásságát fogjuk felidézni. Kapcsoljuk 1993-at. Szia Zsolt! Mire számítsunk a mai este folyamán? Sziasztok! Nagyon sok a kívánságát teljesítjük azzal, hogy eleget teszünk annak a kérésnek, hogy foglalkozunk egy kicsit az alternatív zenével, és most ez alkalommal arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a zenekarokkal beszélgessünk, mert azt hiszem, hogy ezeket a bandákat azért ritkán lehet így mikrofon végre kapni. Ezt az egész a magyarországi alternatív zenének a fejlődését, alakulását hogyan látjátok, és benne a saját szerepeteket? Alternatív? Hát figyelj, talán volt egy olyan időszak a zenekaroknak, hogy alternatív kategóriába soroltak, szerintem Magyarországon más jelent, hogy mi alternatív és mi nem. Mint hogyha mostanában egy kicsit csend lenne a banda körül. Nagyon rosszul hallod, akkor baj van, baj lett a hallásoddal. Ti mondjuk ebben a zenében a helyeteket hol határoznátok meg? Általában az alternatív zenében és általában konkrétan Magyarországon is. Mi nem az alternatív zenében határozzuk meg magunkat, nem tudom, miről beszélsz. Most már tényleg valósággá válik az a bizonyos Panama nagy lemez, vagy CD, vagy ami akármi. El lehet hinni ezt most már? Persze, hogy el lehet hinni, de mi, be vagy állva, vagy mi a fasz? Mi az a Panama nagy lemez, bazd már? Egyáltalán honnan jön ez a zene, amit ti játsztok? Innen-onnan, jobba-balra megmozgatunk mindenféle zenei stílust, aztán tolunk rá egy kis rappet. Prrr! Mint hogyha nem lennél ma olyan hangulatban, hogy jön hoppá. Hoppá? Mint hogyha nem lennél ma olyan hangulatban, hogy jön hoppá. Ha arra gondolsz, hogy egy ilyen díját adom, milyen az ember élménye, akkor az van, hogy rockzenekart csinálni, az független történet. Nem okoz egy ilyen skizofrén tudathasadásos állapotot ez, hogy az egyik feled ilyen, a másik meg normális, vagy az egy a színpadon ilyen vagy, az életben pedig nem. De állandóan, főleg mondjuk ez a csajoknál tök gáz, mert amúgy meg egy ilyen nagyon kedves csávó vagyok, és mindig, amikor így mondjuk eljön velem valami csaj egy koncert, vagy fellépésre, akkor így meglepődik, hogy igazából milyen vagyok a színpadon. Mint hogyha mostanában egy kicsit csend lenne a banda körül. Marha nagy csend van, annyira nagy csend van, hogy jelöltek minket az MTV European Music Awards-ra. Most bekerültetek a legjobb rock műsorba, amit televízióban bárhol látni lehet. Annak ellenére, hogy mondjuk egy mögöttetek nincsenek akkora pénzek, mint egy-két más zenekar mögött, felesleges neveket említeni. Azt hiszem, hogy a lelkesedés azért megvan, és mondjuk eléggé előre néztek a következő egy-két évre. Szerintem a rockzenét elképzelni úgy, hogy az egy ilyen alapvetően üzleti érdekek mentén elgondolt történet, ezt Magyarországon szerintem eléggé furcsa. Minden vége ennek a bulinak, nézted is, vagy csak itt áll és csajoztál? Figyelj, itt van a feleségem, úgyhogy meg se fordult a fejembe, hogy csajozzak. Milyenek a bandák, akik itt ma felléptek? Csak egyet látom, Fantasztikus és csapatát, az kurva jó. Az egy rap banda, a többi fogalmam nincs, hogy kik voltak azok. És most integessél magadnak. És akkor búcsúzzunk Sex Sectionnel a jövő hétig. Ciao. Hello! Ti mondjuk ebben a zenében a helyeteket hol határozzátok meg, általában az alternatív zenében és általában konkrétan Magyarországon is?